Hazánk legrégibb versenyével folytatódott a Mercalius Rally egy bajnokság, hiszen a Mecsek Rallyn már 55. alkalommal gyűlt össze a mezőny. Az elmúlt esztendők hagyományait folytatva a kétnapos száguldás nem csupán a magyar élmezőny értékelésébe számított bele, ugyanis a historik Európa-bajnokság idei negyedik futamának is otthont adtak a Pécs környéki aszfaltos pályák. A program már a hét elején elkezdődött a privát tesztekkel, csütörtökön pedig a rendezvény részeként a hivatalos tesztet is megtartották, ahol a mezőny jelentős része képviseltette magát. Pénteken délután pedig elérkezett a rajt ideje. Nem kellett tovább várni, hogy elkezdődjön a 10 szakaszból álló kétnapos csata. Az ORB értékelésében már az első kör is nagy küzdelmet hozott. A nyitó gyorsaságint Refort puszta és 6-os között Vince Ferenc volt a leggyorsabb, Mats Ostberg és Velencei Ádám előtt. A pécsváradi szakaszon a C3-as Citroen VRC-vel induló Bútor Róbert nyerte a szakaszt, akit Velencei Ádám és Ostberg követett a sorban. Az első kör után a mezőny Pécs belvárosába gurult, ahol megtartották a szokásosan remek hangulatú rajtceremóniát, ahol az 55. Fensterm Kontakt Mecsek Rally valamennyi párosa felvonult. Ennek köszönhetően a pénteki nap második körét nagyrészt már sötétben rendezték meg, amire a csapatoknak is fel kellett készülni. Az élen tovább csatázott egymással a nagy hármas, Vince ezúttal is nyert, Ostberg és Velencei előtt. A nap záró gyorsaságján pedig a gyermeke születését ünneplő Velencei Ádám volt a leggyorsabb, nagyságrendileg 5 másodperccel, Ostberg és Vince előtt. Én azt gondolom, hogy ez a hosszú hetényi gyors, ez feküdtő nagyon nekünk, amit úgy tényleg ugye beállításokban kitaláltunk, az működött is ide. Holnap még azért ez három fajta gyors. Nyilván vezetünk, de szinte semminek mondható ez az erőny, úgyhogy kemény nap lesz holnap. Az 55. Mecsek Rallyt az első versenynap után Velencei Ádám vezeti, 5,9 másodperccel megelőzve a norvég világbajnok Mats Ostberget és további 1 másodperccel Vince Ferencet. Összességében szerintem jó sikerült. Nyertünk 2 gyorsot, ugye az a Trefort jobban feküdt nekünk, meg szerintem az autónak ezek a tempósabb kanyarok jobban tetszettek neki, meg oda is van jobban állítva szerintem, mert a szűkekbe ott a Pécsváradon én azt gondolom, hogy ott veszítettünk viszonylag jó néhány másodpercet Ádámékkal szembe, a nagyon lassú visszafordítókba. Ott nagyon-nagyon megtologatta az orrát, és azzal nem tudtam nagyon mit kezdeni. Néha megkéziztem, de akkor meg árok szélén járkáltunk, úgyhogy volt egy-két ilyen érdekesség. De összességében nem állunk szerintem rosszul, a harmadikok vagyunk, ilyen 5-6 másodperccel lemaradva. Holnapi nap azért még viszonylag hosszú, még bármi lehet. Hát. Ami pedig a historik mezőnyét illeti, az EB értékelésében ifjabb Érdi Tibor és Csökő Zoltán áll a legjobban, de a Ford Sierra Cosworth-tal versenyző magyar párosnak alaposan megnehezítették a dolgukat a riválisok. Én mentem elsőnek a második gyorson, ahol az Audis páros kikésett, és én nekem kellett letakarítani úgymond a pályát a többieknek, ez meglátszódott az időn is. Gyakorlatilag 15 másodperccel voltam elmaradva az ötödik helyen a második kör előtt, amit sikerült a második körben előnyre kovácsolni. Most lekopogom az autó, tökéletesen működik. A fejlesztések, amiket beletettünk, illetve a műszaki része, amit próbálunk fölhozni győztes szintre, az jó úton halad, és kezdek vele összebarátkozni is, úgyhogy egyelőre boldogok vagyunk. Elsősorban az Audi Quattro-val induló Zippo, Denis Piceno olasz egység, akik 6,6 másodperces hátránnyal követik a második helyen ifjabb Érdiéket. Az abszolút értékelésben jelenleg a Lanciával versenyző Finn kettős, Ville Silvesti és Risto Pietilainen áll, bő 15 másodperccel lemaradva az éllovashoz képest. Az 55. Mecsek Rally szombaton a Historic EB és a Mercalius Rally 1-es bajnokság szempontjaiból is 6 szakasszal folytatódik, illetve zárult.